Nyár a hegyekben. Magyar hangok. Hafner Anikó, Király Attila, Kertész Péter, Laudon Andrea, Császár András. Leo, kicsit lehalkítanád? Leo, hallod? Leo! Már a 10-es szinten voltam, mama. Egy évbe tellett, hogy eljussak idáig. De ha kinézel, ott 100-as szint van, és a természetnek több milliárd évre volt szüksége, hogy idáig eljusson. Zöld fák meg egy hegy. Roppant izgalmas. Mi majd azzá tesszük. Fürdünk majd valamelyik hegyi tóban, napozunk, piknikezünk, sétálunk, pihenünk, és végre kialszom magam. Na csak ne túlozz. Nincs naptejünk, a hegyi tó neked túl hideg lesz, és csak a jó ég tudja, mikor fogod magad végre rendesen kialudni. Milyen egy fiam van? Miért, lecserélnéd? Nem. Zene Miki Moyser. Fényképezte Yvonne Trácz. Jaj, majdnem elfelejtettem. Végre megismered Mári nagynénédet. Mári fél nagynénémet. Ez minden, ami a családunkból megmaradt. Jaj, Leo, a papa nem tűnt el. Bármikor meglátogathatod. Igen, persze. És hogy találjuk meg? Van egy kis boltja és egy műterme. Azt hiszem, valami művészféle. És már tud a szerencséjéről? Nem. Rendezte Rita Nasser. Jó napot! Jó napot! Ő visz majd fel minket a hegyekbe? Nem egészen. Mama! Biztos, hogy ez jó ötlet volt? Ne butáskodj, mindjárt ott vagyunk. Már csak 6 kilométer. Mama, ez itt nem Hamburg, Altona. Még messze van? Nincs messze. Iszonyúan megnyugtató 10 fokban. Jó, de már csak... 3 kilométer. Leo, ezt nézd! De szép! Jó. Jól van, nem mondom többet. Menjünk, nézzünk körbe oda bent. Nem, én inkább itt nézek körül. Jó napot, maga kicsoda. A farmos bácsi. Ezt én kérdezhetném. Én Karl Huber vagyok, és enyém a birtok. A nevem Leo, és mi béreltük ki a házat a nyárra. Na, itt senki nem bérel semmit. Mondjátok meg Péternek. Persze, megmondom annak a pán Péternek. Csingiling meg holnap átjön reggelire. Mama! A szomszédban egy gonosz Yeti bácsi lakik, és ki az a Péter? Jaj, ne! Nincs áram. Úristen, mama, mit csináljak most a laptopommal? Lemerült az aksim. Nyugodj meg, várj egy percet. Most a fiók. Itt Pia Vanderbroek. Én béreltem ki a nyaralóját. Azt beszéltük meg, hogy itt találkozunk, de kicsit megcsúsztunk. De már itt vagyunk, csak... nincsen áram. Ha visszahívna, azt
Megköszönném, köszönöm. Hát, Leo, Isten hozott a kőkorszakban. Nincs semmi bajom a kőkorszakkal. De már feltölteném az aksimat. Tudom, mindjárt felhívom megint. Tudod mit? Megyek és megkérdezem a Yetit, hogy használhatom-e az áramot nála. Bátor vagy. Szerintem vigyél neki a virsliből. A papa eljön a születésnapomra? Nem tudom, Leo. Hogy nem? A múltkor is eljött. Nem azt mondtam, hogy nem jön el, csak azt, hogy nem tudom. Elváltunk. Lehet, hogy a papa nem ismeri olyan jól a terveinket. Kérsz? Igen, köszönöm. Forró. Mindjárt jövök. Jó estét. Grilleztünk egy kis virslit. Nem kér? Nagyon finom. Nincs áramunk, és meg akartam kérdezni, hogy feltölthetem-e itt a laptopomat. Szerinted konnektornak nézek? Nem, de fontos lenne. Német pótvizsgára kell készülnöm, és kell hozzá a számítógép. Az én időmben még tankönyvek voltak. Elhiszem. De nálunk bevezettek egy kísérleti módszert. Minden könyvet elektronikusan kapunk meg. Így sokkal olcsóbb, és a környezetet is kíméljük. Okos tojás. Kifelé innen. Mi lesz? Ezt előbb ki kell érdemelni. Ismerem a halálfogást! Elhiszem magának. Ki maga? Mit gondol, ki vagyok? Én vagyok a házigazdája. Maga hívott. Csak nem tudtam hamarabb jönni, sürgős esethez hívtak. És most már kettő is van. Megtenne egy szívességet, felkapcsolná a villanyt. Na, legalább áram van. Miért nem szólt, hogy jön? Ne haragudjon. Peter Huber. Pia Vanderbrook. Dr. Pia Vanderbrook. Gondolom a török önvédelmi módszerek doktora. Nem, orvos vagyok, de önvédelmi kurzust is végeztem. Fel vagyok készülve arra az esetre, ha esetleg... Egy szerelő megjavítja a generátorát. Nagyon fáj. Nem. Oh! Hé, jól van? Csak... Szédülök. Eléggé megijesztett az előtt. Maga is engem. Gyakran szédül. Talán mégsem volt olyan jó ötlet ilyen magasra felbiciklizni. Mostanában sok minden összejött. Jobban oda kellene figyelnie magára. Sajnos arra nincs időm. Köszönöm. Itt a szomszédban lakik egy különös idős ember. Az apám. Ne is foglalkozzon vele. Nehéz időszakon megy keresztül. Jó hét.
Jó reggelt, mama. Jó reggelt. Ó, király, van áram. Ne rám néz. Te ittad meg tegnap este. Úgy, szedd a lábad, tejtolvaj. Maga miért ilyen undok? Ez undorító. Igen, a boltitej finom, de nem mindig egészséges. Ez aztán csupa egészség. És totálisan ihatatlan. Nem keresünk másik nyaralót. Nem akarok ezzel a szörnyeteggel lakni. Bemehetnénk a faluba, és megkérdezhetnénk a féltestvéremet. De hát még nem is ismered. Ez micsoda? Ez egy levél nagyapától Marinak. Szerinted mi áll benne? Fogalmam sincs, de majd kiderül. Na, ez izgalmas lesz. Itt van kiadószoba. Tényleg? Oh, azt nézd! Elnézést! Jól láttam, hogy van kiadószobája. Csak egy, és most épp hegymászoknak van kiadva. Rosszul van? Orvos vagyok. Á, csak az öregség. Nincs senki, aki segíthetne. Család. A fiam és én Hubernél lakunk. Karlnál. Őt aztán nem puhítja meg egy hamar. Nem, úgy értem, hogy mi is segíthetnénk. Köszönöm. Ha mondjuk le kell szedni valamit, vagy elintézni. Az jó volna. Kutya eledelt. Azokat dögök kiesznek a vagyonomból. Hogyne. Jó kis kutya vagy. Várjon, segítek, hagyja csak. Köszönöm. Sivers. Igen? A műteremben vagyok. Vásárolni jött? A nevem Pia Vanderbrook. A féltestvére vagyok. Ő pedig itt a fiam, Leo. Van egy féltestvérem. Szia, Mari néni. Sajnálom. Én is csak a végrendelet felbontásakor tudtam meg. Végrendelet? Ezek szerint? Igen, nemrég halt meg. Mi vagyunk az egyetlen gyerekei. Nem akarunk kint leülni egy kicsit. Ez a levél az apám hivatalos iratai között volt. A mi apánk. Igen, ne haragudj. Jürgennek hívták. Semmit sem tudtál róla. Sosem keresett. Az anyám sohasem beszélt róla. Kiskoromban azt álmodtam, hogy a papám egyszer értem jön egy lakókocsival, és körbeutazzuk a világot.
Az anyám küldött neki képeket rólam, de sosem válaszolt. És most halott. Hogy nem tudom kinyitni ezt az izét. Segítsek! Remélem, jól vagy. Üdvözlete, professzor dr. Jürgen van der Broek. Üdvözlettel! Az öreg úr tényleg ennyit hagyott nekem hátra? Üdvözlettel! Veled is ilyen volt. Persze. Csak én nem voltam a professzor úrnak elég jó, veled ellentétben. Nagyon sajnálom, Marie. Tűnjetek el! Te is, kifelé! Kidobott a házból. Minden rendben? Szédülök. Mama! Mama! Leo, az utolsó dolog, amire szükségem van, egy faluorvos. Igen, iszonyatos egy népség ezek a faluorvosok. Jó napot. Már megint? Ön végzi a falu minden munkáját? Nem, csak az orvos és a nyaraló tulajdonosa vagyok. Maga az a fickó, akit az anyám összevert. Igen, az anyukádnak hegyes térde van. Megtennéd, hogy helyet foglalsz a váróteremben? Ha valami történne anyámmal, én vagyok a legközelebbi rokona. És pillanatnyilag az egyetlen. Jogom van egyből megtudni. Ez csak természetes. Nem vagyok beteg. Csak fáradt. A fiam ráncigált el ide. Okos fiatalember. Csinálhatom én? +120/90. A zöldön belül van. De most az egészségéről van szó. Ha? 150/100. Ez már piros. Régóta magas a vérnyomása? Nem tudom. Régóta nem járok orvoshoz. Megengedi, hogy csináljak egy vérképet? Majd én csinálok a nyaralás után. Kollégák vagyunk? Igen, sebész vagyok a hamburgi klinika sürgősségi osztályán. És épp egy kutatási projekt közepében vagyok, és egyedül nevelem ezt a csodálatos fiút. Kimerültem, és rám férne a pihenés, de nem vagyok beteg. A jelek nem ezt mutatják. Milyen jelek? Az orvosok a legrosszabb páciensek. Maga mikor volt utoljára orvosnál? Na, egy-egy. A stressz legyengít. Ne kezdje maga is ezt a kiégéses dolgot. Lüktet a nyaki ütőre. Tessék? Lüktet a nyaki ütőre. Ez az én ütőerem, akkor lüktet, amikor csak a kedve tartja. Ez az én életem és az én nyaralásom. Köszönöm a tanácsát, dr. Huber. Gyere, menjünk. Nők, hormonok, stressz. Hékás. Lehet, hogy taxival kellett volna feljönnünk a legelőre. A gyömbértél használ. És mi a terved a következő hetekre? Tanulnom kell a sulira. A lira és a természet. Ezen kívül nem tudom. Van kedved eljönni velem kirándulni? Na-na! Rendben, akkor reggel érted jövök. Köszönjük, dr. Huber, gyere, menjünk! Jött Péter! Ennek a férfinak túl sok a szabad ideje. Szerintem jó fej. Jól van, akkor összepakolok. Szervusz, apa! Mit keresel itt már megint? Csak meg akartalak kérni, hogy legyél egy kicsit kedvesebb a vendégeinkhez. Ők a te vendégeid.
és tejtolvajok. Hogyha? A kölyök szégyentelen. A nőszemély pedig egy igazi árampazarló. Egész éjjel égnek a lámpái. Városiak. Amióta anya meghalt, úgy élsz itt, mint egy remete. Magányosan és elhagyatottan. Lehet, hogy jót tesz egy kis társaság, nem? És legalább keresel egy kis pénzt. Nekem nem kell a pénzed. Azt akarom, hogy eltűnjön. És te is. Anya most szégyelne. Az anyád még ma is élne, ha te... Ha én mit nem? Tudod te azt? Ez így nem fog menni. Az égbolt tele van bárányfelhőkkel, maga meg a képernyőt bámulja. Nem éppen báránykákkal foglalkozom. Nézzem fel egy picit, mutatom. A felhők formája például... Az a két bárányfelhő úgy néz ki, mintha csókolóznál. Maga úgy látja. Nekem úgy tűnik, mint egy atipikus hasnyálmirigy. Erősen gyulladt, rögtön operálnám. De az ott hátul, az egy tökéletes szív. Régen járt már anatómia órára, ugye? Elrontja a játékot. Jól van, tényleg olyan, mint egy szív. Készen vagyok. Szia! Kérsz egy teát, vagy üdítőt? Kérnék egy teát, tejjel, cukor nélkül. Én is így iszom. Szép képek. Kapok családi kedvezményt, ha az egyiket megveszem. Család vagy? És én család vagyok? Hát persze, hogy család vagyunk. Nem is ismerjük egymást. Ez mind az apánk hibája. Ezért vagyok itt. Számára te voltál az egyetlen gyereke, mert te házasságban születtél, és neked mindened megvolt, még a karrier is. Annyira szeretnék valami vigasztalót mondani, hogy szeretett téged, és egyáltalán nem volt ilyen, de ez nem igaz. Én ugyanolyan keveset tudok róla, mint te. Köszönöm a teát. Pia, várj! Ne haragudj, az életem totális káosz, és ilyenkor hagyom, hogy eluralkodjon rajtam a dű. Ez veled nem fér. Szerintem azt hiszed, hogy engem ugyanannyira nem érdekes, mint az apánkat. Pedig ez nem igaz. Tényleg nagyon régóta vágyom arra, hogy megismerjelek. Az öreg Hubernél lakunk, fönt a legelőn. Eljössz valamikor meglátogatni minket. Leo is örülne.
Hibázott. A sárkánybarlang a szomszédos mezőn van. És csak ide. Ezeket találtam, amikor pakolgattam. Két adóvevő, amit még a fiammal szereltünk össze. Ez megint valami trükk, ugye? Nem akar esetleg egy kis grillezett virslit? Nem. De mi lesz a köszönemmel? De hát ez már ős régi. Halló, halló. Király, működik? Jó napot. Jó napot. Leót már elvittem a nyaralóhoz. Köszönöm. Kifejezetten élvezte. Tessék, azt hiszem, ez elég lesz pár napra. Köszönöm szépen. A pénzt majd utólag odaadom. Hagyja csak. Nem érzi jól magát? A doktor úr szerint le kellene feküdnöm, de én délben nem szoktam aludni. A végén még leesel nekem a fejű zsámolyról, Ami. Inkább megetettem a kutyákat. Mi a diagnózis? Krónikus szívelégtelenség. Szed béta blokkolót? Igen, de attól félek, hogy nem szedi rendesen. Komolyan aggódom érte. Semmiképpen sem kellene megerőltetnie magát. Megpróbálhatná felhozni a dolgot. Mit gondolsz, ne vigyük fellegelni nyárra a teheneket föntről a Huber földre? Azt meg tudom csinálni. Azt aztán megnézzük, ne, Mani? Tessék, most már van mit ennetek. Lassan. Ezek a cuccok tényleg működnek? Tessék. Itt Leo beszél. Földi irányítás, vétel. Mi lesz már? Vétel? Dolgom van, vétel. Van kakaóporod? Vége. Kakaó? Minek? Vége. Csinálhatok egy kakaót? Vége. Csinálok neked egy kakaót, ha utána békén hagysz. Vétel. Megegyeztünk. Vétel. Kifelé! Állj! Állj! Hé! Állj! Egyszerűen kiszöknek. Most mit csináljuk? Nyomás utánuk. Tessék! A kakaód. Köszönöm. Ez a Szokolszki nyitás, nem? Én is lejátszottam már. Tudsz sakkozni? Jobban, mint te. Én 20 éve veretlen vagyok. Hol? A falusi törzsjátékosok között? Én hamburgi második helyezett vagyok. Fogadjunk meg, verlek. Soha. Miben akarsz fogadni? Én felteszem a sakkészletemet, amit még az apám maga vágott. De nekem nincs semmi értékes, holmim. Ha vesztesz, segítesz nekem az istálóban. Minden nap. Áll az alku. Semmi gond. Játszunk egy partit. De a mama azt mondta a mamának, hogy németet tanulok. Van egy ötletem. Csináljuk mindkettőt. Thank you.
Szia! A mobilom! A fenébe a mobilom! Minden rendben? Nem, elvesztettem a mobilomat. Elvesztettem a mobilomat. Ez kész katasztrófa. Én telefon nélkül nem tudok létezni. Tessék, parancsolj. Köszönöm. Köszönöm. A francba. Tönkre ment. Mindenem rajta volt. Minden e-mail, telefonszám, posta, címek. Nem készített róluk másolatot? Nem, nem készítettem másolatot. Nem fázik? Miért? Lenyűgöző a faluorvos élete. Ha otthon maradtam volna, már 3 műtőt magam mögött hagytam volna. Maga meg házakhoz jár ki, és hegyi teheneket vizsgál. A karrier nem minden. Valóban nem. Például van egy mogorva öregember, akinek nagy szüksége van rám, akkor is, ha ezt ő maga nem így látja. És vannak azok az emberek, mint Ani, akik tényleg örülnek, ha meglátogatom őket. Rájuk van idő. Tulajdonképpen ők a családja. Nem mindig voltam faluorvos. Az egyetem után 14 évig a Müncheni klinikán dolgoztam. Emlékszik még rá, hogyan tanult? Milyen kezelési módokról tanult vese elégtelenség esetén? Én átnéztem. A vizsga olyan volt, mint egy pisztolylövés. Óriási karriert lehetett csinálni vele. Csináltam is. De nem voltam boldog. Ha maradtam volna, nagyon hamar kiégtem volna végleg. El tudja képzelni, hogy ismét kutasson? Ki tudja. Még az is lehet, hogy egyszer egy csapatban fogunk dolgozni. Vagyis elégedett a döntésével? Egy ember otthon nélkül olyan, mint egy fa gyökér nélkül. Az első vihar letöri. Nekem eddig szerencsém volt. Miért pont a mai napot emelte ki? Például azért, mert ma itt ülök magával. Huszára D5-re vétel. Nagy hiba, vétel. Kis taknyos. Vétel. Az édesanyád belejött az állattolvajlásba. Vétel. Noé bárkáját keresitek? Mert akkor nagyon eltévedtetek. Ezek Ani tehenei. Hogy rosszul van? Pihenésre van szüksége. Akkor majd én vigyázok a tehenekre. Ez meg mit keres itt? Ez hozzánk menekült. Ha, most már elmehetsz, Péter. Miért viselkedik így magával? Nem érti meg, hogy a fia, akit orvosnak nevelt, annak idején tehetetlenül nézte, hogy az anyja haldoklik. Megkérdezhetem, mi baja volt? Tüdőkarcinómája. Sajnálom. Nem tud belenyugodni. És ahelyett, hogy gyászolna, engem hibáztat. Meg akartam kérdezni még valamit. Találkozunk még? Nem szeretnék nyári kalandot. Köszönöm az izgalmas délutánt. Nagyon élveztem. Én is. Nézd, csak itt hoztam. Tudom, hogy megint egész éjjel fent voltam. Fogd be a csőröd!
Elnézést, ugye nem zavarlak? Nem zavarsz. Kérsz egy kávét? Nem, köszönöm. Mindjárt 11 van. Jézusom, tényleg elég. Mindjárt jövök. Hol van a fiad? Még alszik. Milyen volt? Ki? Az apánk. A professzor. Hm? Őrülten sokat dolgozott, és nagyon szigorú volt magával, de mindenki mással is. Ha már egy perccel kettő után értem haza, már mérges volt. Én sosem voltam jó tanuló. Én az orvostudományi karon az évfolyam második legjobbjaként végeztem, 1,1 ponttal lemaradva. Hú. Kedves is tudott lenni, de legtöbbször féltem tőle. Még mindig bennem van, olyan, mint egy árnyék. Én meg azt hittem, hogy nagyszerű ember, különleges. És csak én voltam a házasságon kívüli lánya, aki nem volt elég jó neki. Akkor van bennünk valami közös. Az érzés, hogy nem vagyunk elég jók. Talán jobb is, hogy nem ismertem. Minden esetre kár, hogy mi nem ismertük egymást. Gyere, körbevezetlek. Csak gyorsan felveszek valamit. Á, isteni! Igen, isteni. A legtöbb embernek fogalma sincs róla, milyen egészségtelen a város. Tömeg, gázok, zaj. Stressz. Én például nem tudok aludni. Csak fekszem az ágyon ébren. Ezt én is gyakran szoktam. Mi szoktál töprengeni? Van egy férfi az életemben, akivel jelenleg elég bonyolult a helyzet. Férnye vagy? Igen, még az vagyok, és ez nem könnyíti meg a helyzetet. A férfi a festményen, akit festettél? A rajztanárom. Jól néz ki, mi? Olyan, mint egy kalóz. Az is, egy színes madár, izgalmas és szenvedélyes. És nagyon gyengéd kezei vannak. És ez a férfi kitöltötte az addigi űrt az életemben. Az életem teljes káosz. Ismerős érzés. Egy kínai mondás szerint a nők olyanok, mint a kismajmok. Amikor fáról fára ugrálnak, csak akkor engedik el az egyik ágat, ha a másikat már erősen fogják. Én már ugrottam, és még mindkét ágat szorosan markolom. Alattam szakadék tátong. De még nem estél le. És te? Mi a helyzet a szerelemmel? Ó, 2 éve váltam el, és egy új kapcsolathoz egyszerre érzem magam gyengének és gyávának. Ó, igen. És nincs valami affér? Az nem az én műfajom. Akkor van még egy dolog, amit a nővérettől megtanulhatsz. Kár, hogy korábban nem ismertük egymást. Van mit bepótolnunk. Gyertek el hozzánk vasárnap grillezni. Te is le. Szívesen. Lehetetlen. Június 1-én nyújtottam be a dokumentumokat. Schmidt asszonytól kaptam is átvételi elismerményt. Hogy rossz a vétel? Igen, tudom, várjon. Most jobb? El tudom küldeni a papírokat futárral. Hogyan az késő? Nem lehet, nem teheti. Haló? Haló? Letette. Minden rendben? Nem. Semmi sincs rendben. A kutató projekthez szükséges dokumentumaim hiányosak. Legalábbis ezt állítja az intézmény. Fél
fél éve nem alszom emiatt a trágyadom miatt. Erre egy formahiba miatt utasítanak vissza. Micsoda szemétség. Olyan biztos voltam benne, hogy megkapom a megbízást. Talán így a jobb. Hogy lehetne így jobb? Így nem veszíti el az életét még jobban. Épp ellenkezőleg, ezzel végre sikerült volna kapaszkodót találnom az életemen, ezen kívül valóra vált volna az álmom. Tudomány és kutatás, kevesebb stressz, kisebb az nyomás. Csak hiszi. Tudtam volna otthonról dolgozni. Kus legyen! De egy egyedülálló anyának nem olyan rossz vagy. Csak én vagyok fáradt. Na ide figyelj te! Te csaltál! Te is csinálhattad volna, bocsi! Csak programod ugyanazt a stratégiát alkalmazta, mint Karpov 1979-ben. Rádión keresztül sakkoztunk, 11 lépésből megvertem. Igen, ez nagyon jó. Na, a számítógép az nyert. Kárl úr, ha megengedi, nekem nincs szükségem a sakkprogramra. Javasolhatok valamit? Miért nem játszátok egyszerűen újra? Rendben. És ha akarsz, használhat sakkprogramot. Úgy is én nyerek. Jó, de akkor most bemész, és megfejed Ani tehenét. Micsoda? Miért? Mert csaltál. De nem hagyod rám a tehénfejést, ugye? De, megértem. Úgy látom, kezdik megérteni egymást. Ízlik? Szombaton meg vagyunk hívva Máriékhoz grillezésre. Az kurva jó. Mármint szuper. Még szereznünk kell valamennyi pénzt. Mama? Hm? A papa jelentkezett a szülinapom miatt. Leo. Ha a papa beszélni akar veled, akkor fel tud hívni közvetlenül. Van saját telefon. Én ezt nem értem. A fia vagyok a fenébe is. A papa egy seggfej. A válás után megígérte, hogy mindig ott lesz nekem. Most meg nem jön a születésnapomra. Lehet, hogy nem csak a papám múlik. Miért kell még most is védened? Leo, 15 éve igyekszem a családot és a karriert összetartani. Aztán jött az apukád és elmesélte, hogy nincs biztos állása, de ez nem jelenti azt, hogy nem szeret engem. Pár hónappal később már valaki mással volt együtt. Nincs túl sok okom védelmezni. A papa úgy gondolta, hogy szerethetted volna a munkádat. Ez így van, Leo. De ahhoz, hogy egy kapcsolat működjön, mindkét félnek akarnia kell. Ez a papáddal is így van. Nem felejtett el. De akkor miért nem jön el? Egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy nem jön. Csak szeretném, ha tudnád, hogy neki sem könnyű a helyzete. Az új felesége előre haladott terhes, és talán nem örülne neki, ha a papa 800 kilométert utazna, hogy a fiával és az ex-feleségével ünnepeljen szülinapot. Fogalmam sincs, hogy te tökéletes orvos vagy-e. De azt tudom, hogy te vagy a legszuperebb anya az egész világon. Már csak a spagettid miatt is. Akkor ne hagyjuk kihűlni. Yes. Na, összebarátkoztál a hegyi bácsival? Igen. Ma 15 liter tejet fejtem. Menő, nem? Őrület. És a tanulnivalóval hogy haladsz? Tudom a verset, de nem értem. Elmondod? A holdfényes ég egyszer földre csókot dobott. Virágok fénylő kelyhe,
Ilyenről álmodott. Szellő járt a mezőkön. Kalászt ringatt a szél. Halkan susog erdőkben, hisz fényes volt az éj. S feszítve lelkem széllyel szélesre a szárnyát. Úgy lengált a vidéken, mint ki haza talált. Tudod, te mennyire szeretlek? Hogy elmennél a holdig meg vissza? Nagyjából igen. Ha-ho! Sziasztok! A férjemet, Pétert már ismered. Ahogy megtudtam, elég jól. Szia, Péter! Szervusz, Leo! Fogalmam sem volt. Fogalmam sem volt róla, hogy ti ismeritek egymást. Sajnálom, túl nehéz a levegő. Miért nem meséltél róla semmit? Neked aztán van bőr a képeden. Nyugodt körülmények között meg akarlak ismerni, erre kiderül. Különben is. Péterrel nem beszélünk túl sokat. Mostanában. Van kedvetek holnap mászni? Van kedvünk holnap mászni? Jó, menjünk. Hozhatom anyukámat is? Persze. Szereted a kukoricát? Mit akart nekem mondani? Mari és én, mi... Nem tudom, hogy magyarázzam el. Segíthetek. Szerintem már mindened megvan. Az apám, az örökség, és úgy nézem a férjem is. Fogalmam sem volt róla. Hagyj engem békén. Nincs elég férfi a világon, neked pont Péter kell. Péter és köztem nincs semmi. Azt hiszed, vak vagyok. Teljesen oda vagytok egymásért. Még a kertemben sem tudtátok visszafogni magatokat. Kettős mércével mérsz, Mari? Nem vagyok hűséges, de sohasem kezdenék ki a húgom férjével. Tényleg nem tudtam. Mari! Leo, megyünk! Már is megcsinálom. Figyelj, ez így nem állapot. Sem neked, sem nekem. Ebben egyetértünk. Ennyit tudsz hozzáfűzni a dologhoz? Mit akarsz hallani? Egy perspektívát. De hát te már felmutattad, és őt Piának hívják. Ez hülyeség. Úgy látom, ez a hülyeség egészen vonzó. Te is az vagy. De mondd meg, milyen házasság ez? Mondd meg, házasság? Vagy barátság, amiben élünk, mert ha a barátság, akkor nekem is ugyanaz a szabadság jár, mint neked. Tudod, milyen régóta nem főztem egy jó húslevest? Menekülj! Mama, ébredj! Mi az? Már 9 óra van. És? Megbeszéltük Péterrel a falmászást, nem emlékszel? Csak 2 órát aludtam.
El fogunk késni. Péter fent vár minket a mászófalnál, azt mondta. Leo, várj meg! Azt hiszem, van térerő. Csoda, sikerült! Várj meg! Ne menj egyedül! Várj! Ott van valami. Gyere gyorsan! Leo, várj meg, kérlek! Na, mi az? Mi történt? A lábam! Ide hozom Pétert, várj meg itt! Rendben! Péter! Péter! A mama elesett! Jövök! Eltört? Nem tudok ráállni. Hadd nézzem meg. Nem tud engem elráncigálni innen. Orvosi mérték. Várjatok, mindjárt jövök. Mi a baj? Pia leesett. És hogy van? Túlélem. Mit van neked? Egy sólymod? Biztos kiesett a fészkéből. Na gyere, hozd be a házba. Csak óvatosan. Csak egy egyszerű ficam, nem sokára lábra állhatsz. Holnap átjövök és kicserélem a kötést. Köszönöm szépen, de tudod, hogy ez nem szükséges. Mári nagyon megharagudott. Ezt meg tudom érteni. Már régóta nem vagyunk együtt. Nem értem, hogy most hirtelen miért lett rád féltékeny. Lehet, hogy nem rám, hanem rád. Ha ilyen nehezére esik elengedni, bár már régóta nem vagytok együtt, akkor ilyesmi oknak kell lennie. Igen, talán igazad van. Szerintem fél a legyektől. Szerintem klassz, hogy elmész falatmászni Leóval. Nagyon hálás vagyok érte. Csodálatos férfi vagy, de azt hiszem a legjobb, ha többé nem találkozunk. Na, rendbe jön? Persze. Carl szerint repülés közben kaphatták el. Feltápláljuk, aztán szabadon eresztjük. Vagy ezt nem remélik? Megígérem neked. Hát nem fenséges. Szereti őt, nem?
Mármint nem a solymot, hanem a fiamat. Szemtelen. De a szíve az a helyén van. Igen, ez így van. És a maga fia, az ő szíve a helyén van? Mit tud maga rólunk? Semmit, de ő szereti magát. Meg kell etetnem a marhákat. Izgalmas parti? Ssss! Ez a döntő, mama. Rendben. Sakmat. Drága Mary, bocsáss meg, a fájdalmat okoztam. Hidd el, nem tudtam, hogy Péter és te házasok vagytok. Pár napon belül elutazom, és a leghőbb vágyam, hogy legyen egy nővérem, akihez még szabad lesz visszajönnöm. De nem fogadok el ezért pénzt. Ez a te pénzed, jogosan és törvényesen. Ez nem ajándék, Mari. 300 000 euró, ezt nem fogadhatom el. Ez az örökséged, a közjegyző hivatalosan is megerősítette. Amikor megláttam a csekket, egy percre azt gondoltam, ki akarod vásárolni Pétert. Ennyire megőrültem. Mindenkinek vannak pillanatai, amikor kicsit megőrül. Annyira csodállak. Erős vagy, és öntudatos. És tudod, hogy mit akarsz. Ha ezzel Péterre célzol... Igen, de a te férjed. Megtennél nekem egy szívességet? Igen. Jó napot, Annie. Hogy van? Csak öcsörgök, és nincs mit csinálnom. Ez így nem helyes. Van kedvünk kirándulni? A következő kirándulás, amit teszek, az végre a szerelmemhez vezető út lesz. A férje? Joseph. És Elfi a lányom. Akkor is olyan csodálatos nap van, menjünk egyet kirándulni.
A doktor úr azt mondta, maradjak itthon és pihenjek. Igen, de az orvosok néha hülyeséget mondanak. Mári már a kocsiban vár. Mári? A testvérem. Az én Márim doktor Huber felesége? Ő a maga nővére? Fél testvérem. Mit szeretne? Amikor fiatalok voltunk, Joseph és én, akkor minden hétvégén kimentünk egy tóra. Sok mindent elfelejtettem, de ez soha. Ez volt a legszebb. Romantikus. Ahogy az ember öregszik és visszatekint, csak a szép emlékek jönnek vissza, sosem a csúnyák. A szépekért érdemes élni. A végén már csak az számít. Egyedül maradhatnék egy kicsit. Megpróbáljuk ezt a nővérestit. Rendben. Nővérem. Furcsa érzés. Igen. De hidd el, pillanatnyilag nagy szükségem van egy testvérre. Nekem is. Szuper vagy, Leo? Jó! Szép óvatosan. Balra. Jó, nagyszerű. Jól van. Jó, ügyes. Várj csak. Huber? Már is jövök. Figyelj! Menj el az apámhoz a legelőre, és várjon. A mamának esett baja? Ne aggódj. Nem akarok kórházba menni. Többé nem. Többé nem. Minden rendben van. Itt maradsz. Én csinálom. Én asszisztálok. Készítsd elő az EKG-t és a nem felszívódó varratokat. Karl, Péter sürgősen Anihoz hívták. A mama segít neki. Igen, gondoltam. Te meg segíts nekem. Ne aggódj, Jani, minden rendben. Most már pihenhetsz. Mit csinálunk vele? Itt tudjuk tartani éjszakára? Van egy szoba a beteg ágyjal. Jó. Akkor csináljuk azt. Én itt maradok. Én maradok. Nem, én. Amúgy sem tudok éjszaka aludni. Amikor Péter még kicsi volt, gyakran itt aludt. Nem igazán érted meg őt, ugye? Ez csak a fiamra és rám tartozik. Szóval, aludj jól, jó éjszakát. De itt valami büdös.
Fiatalember, ez a természet illata. Jó ét. Rendben, köszönöm. Stabil az állapota, alszik. Csak az a kérdés, mit csinálunk vele holnap? Értesítem az ambuláns ápolókat. Majd ők gondoskodnak a gazdaságról, amíg hazamegy. Gyakran benézek hozzá. Próbálj meg aludni. Nem tudok aludni. Remek orvos vagy. Megtiszteltetés volt veled dolgozni. Köszönöm. Itt maradok, hát ha aludni akarsz. Nem szükséges. Engedd el a kezem. Engedd el a kezem. Kérlek, Péter. Pihá. Jó reggelt. Jó reggelt. Aludtam? 13 órát. Reggelit kérsz? Kérek. Minden rendben? Csak... apám halála, vagy inkább a válásom óta nem alszom. Tudtad? Mit? Nagyon jó érzés. Pia. Találkozunk még valaha? Nem tudom, hogy ez jó ötlete. Marie és köztem már nincs semmi, jó rég, hidd el. Hiszek neked, de ezt nem én döntöm el, hanem Marie. Nem teszem meg a testvéremmel. Folyton rád gondolok. Én is rád gondolok, még jóga közben is. Jógázol? Két napja. Felhívhatlak? A fia a pajtában alszik. Köszönöm, Huber úr. Aludjon a saját ágyában. Jó reggelt, kicsikém. Már reggel van? Már majdnem dél van, hétalvó. Hogy aludtál? Jól. Milyen volt Kárlal? Jó. Készültél a sulira is? Igen, megértettem a verset. Hogy? Kárl azt mondta, hogy az ember néhány dolgot a hasával, nem a fejével ért meg. Igaza van. Hogy van, Ani? Nem túl jól. Szerintem menni akar. S feszítve lelkem széllyel, szélesre a szárnyát. Úgy leng át a vidéken,
mint ki hazatalált. Kár biztosan elmondta neked, hogy ez a halál metaforája. Igen. Mari. Péter, nem tudom, mit mondjak. Mi a baj? Terhes vagyok. Terhes vagy. Ettől a... Riktől, igen. Ő már tudja. Rick művész és szabad gondolkodó. Nem tudtam neki elmondani. Igen, de nekem el tudtad mondani, mi? Péter, nem tudom egyedül végigcsinálni. Akkor életedben először felnőtt leszel. Kérlek. Kérlek, ne hagyd cserben. Áni, te meg mit csinálsz? Most már hazamehetek. A doktornő egy angyal. Igen, Áni. Hol van? Láthatom? Alszik. Odaülök hozzá. Leo alszik. Csinálok pár szendvicset. Elég nyugtalan. Nálam van még fájdalomcsillapító. Ne hallgasson rá, sarlatán. Még a saját anyját sem tudta megmenteni. Az Isten szerelmére gyógyíthatatlan volt. Orvos vagyok, nem Isten. Csak azt tudom meggyógyítani, ami gyógyítható. Ha itthon lettél volna, észrevetted volna, hogy beteg. De neked mindsemben kellett játszani a nagy orvost. Megértem. Elvesztette a feleségét. De ha így folytatja, akkor a fiát is elfogja. Úgy hiányzik. Nekem is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen. Mari terhes. Tudom. Jó, hogy neked elmesélte, nekem meg nem. Már gyanítottam. Ha egy nő nehezen veszi rá magát egy ilyen döntésre, annak alapos oka van. Mari és én gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Ő volt az első nagy szerelmem. Amikor 20 éves volt, teherbe esett, de elvetélt. Utána minden megváltozott. Soha többé nem esett teherbe. Mostanáig. Valaki mástól. Én már régóta el akartam válni. De most... egyszerűen nem hagyhatom pácban. Nem akarok elutazni. Holnap után van a születésnapom, és amúgy is pár nappal tovább akartunk maradni. Mindent tudok, Leo, de Hamburgban rengeteg dolgom van. Nem is igaz. Péter miatt akarsz elmenni, és Mari miatt. Lehetséges. Lehetséges? Nem vagyok idióta. Soha nem állítottam ilyet, és pont azért, mert ez így van, megkérlek, hogy most az egyszer legyél rám tekintettel. Innen, kifelé! Kukuriku! Baromfi! Te sem tudsz aludni? Úgy látom, te sem. Terhes vagy, igaz? Igen. Véletlen volt. Fogalmam sincs, hogyan kellene éreznem magam. Várom is, de... rettegek is tőle. Meglátod. Egy gyerek a legjobb, ami történhet az emberrel. Elmegyünk valahová? Nem tudok. Ma utazunk haza. Még össze kell pakolnom. Kell a távolság. De esetleg eljöhetsz hozzánk Hamburgba, mielőtt megszületik a baba. Nem tudom, mit csináljak Rickkel. Hívd fel, beszélj vele. Mondd meg neki, hogy apa lesz. Lehet, hogy egész más reakciót vált ki belőle a hír, mint várod. És ha nem? Én nem vagyok olyan erős, mint te. Nem tudom végigcsinálni. Figyelj ide, Mari. Te döntesz a saját és a gyereked jövőjéről. Sokat fogok rád gondolni, Pia. Én is rád. Vigyázz magadra. Szervusz. Szia. Jó reggelt. Jó reggelt. Leo szeretne itt maradni.
Vagyis a fiam szívesebben tölti itt a nyarat magával, mint hogy hazajöjjön velem Hamburgba. Nálam ellakhatna, ha maga is megengedi. Megkérdezte már őt? Nem. Ő kérdezett meg engem. Igaz ez, Leo? Szívesen itt maradnék iskola kezdésig. Még sosem voltunk ilyen sokáig távol. Mama, már nem vagyok gyerek. Igen, tudom. És mi lesz holnap a születésnapodban? Megünnepelhetjük utólag Hamburgban. Az ajándékot meg akár már ma is odaadhatod. Igen. Hát jó. Köszönök mindent. Mindig nagyon egyedül voltam, Péter. Az édesanyámnak nem volt könnyű sor a falun, apa nélkül. Amikor a mama meghalt, akkor kezdtem el lázadni és elvágyódni. Igazad volt, hogy tulajdonképpen nem nőttem fel. Sok hibát követtem már el, Péter. De egyet biztosan nem fogok elkövetni. A legkisebb mértékben sem fogok hozzájárulni a testvérem boldogtalanságához. Megérdemli, hogy végre boldog legyen. Veled. Köszönök mindent. Pia ma utazik el a 10 órás busszal. Thank you.
Volt egy olyan érzésem, hogy beszélni akarsz velem. Mi történt? Mári és Rick megszökött. Bejárják a világot. Nyilvánvalóan. Nem is búcsúztunk el rendesen. Nem. Talán egy kicsit tovább maradok. A nyár végéig. Támogatom.